Szűk utcákon haladtak a tűzoltók Pécsen csütörtök délután. Az ürögi városrész lakói rengeteg szirénát hallhattak a környéken, ugyanis tűz keletkezett a Mecsek oldalban. A patacsi akódűlőben történt az eset. Meg nem erősített információk szerint egy helyi lakos kezdett avart égetni, bár szomszédai figyelmeztették, hogy ne tegye. Az egyik szemtanú szerint őt a rendőrök el is vitték a helyszínről kihallgatásra. A katasztrófavédelem szóvivőjét kérdeztük az esetről. Délután érkezett a jelzés a katasztrófavédelemhez, hogy ajnövényzet ég itt Patacson. Innen átterjedt egy lakóépületre is, a lakóház teljes terjedelmében égett. A kedvezőtlen széljárás miatt a tűz azonban tovább terjedt. Most arra már hatalmas területen ég, több lakóház ingatlan vált lakhatatlanná, több gázpalack is felrobbant. A tűzoltók jelenleg is oltják a tüzet Baranya megye valamennyi tűzoltóságáról, valamint a szomszédos megyékből is érkeztek tűzoltók. Folyamatosan próbálják az ingatlanokat védeni és oltani a tüzet. A hivatásos és önkéntes egyenruhások nagy erőkkel küzdenek a tűz megfékezése érdekében. Bár néhány épületet sikerült izolálni, a nagy szél miatt újabb és újabb helyen csapnak fel a lángok. Ott jártunkkor már a közeli erdőre is átterjedt a tűz. A Tettye forrásház közölte, hogy az oltás során a tározók gyorsabban kiürülnek, ezért arra kérik Égervölgy, Ürög és Patacs városrész lakóit, hogy a tűz megfékezéséig csak a legszükségesebbre használják az ivóvizet. Az oltás velejárójaként nyomásesés, vízzavarosodás fordulhat elő ezeken a területeken.